Pakolják a térköveket a Talicskába, a munkások Dombóváron, az Erzsébet utcában. Az utca egyik felében már elkészült, a másik felében még tart a járda felújítása, a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése. Pintér Szilárd, a város polgármestere azt mondja, Kakasdomb felújítása már időszerű volt. Ez a projekt 2019-ben elnyerte már a támogatást. Sajnos három rehabilitációs projektünk elég gyengén volt előkészítve, ami azt jelenti, hogy nem álltak rendelkezésre tervek. Ami újra az egész, hogy a támogatást megnyertük, nyilván a támogatás is sajnos csak a projekteknek a 70-80% finanszírozása elég. Ami azt jelenti, hogy itt ettől az ettől eltekintve, ahol biztosítottunk közel 10 millió forint saját erőt, át tudtuk adni a munkaterületet, készület a járda, készület a csapadékvíz elvezetés, megépült a kültéri fitness tornapálya is, ez nagy öröm számomra. A több esetében nyilván a tartalék keretére kell ráemelést kérnünk. De azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy végre látják az emberek 2019 óta, hogy igenis komolyan dolgoztunk, ez a munka meghozta a gyümölcsét. Hát még nagyon az elején vagyunk. Az Erzsébet utcának 50%-át tudjuk ebből a forrásból megoldani, hiszem, hogy a következő 50%-ot pedig a saját gyártású térkőelemekből meg tudjuk oldani, és az Erzsébet utcát a Rákóczi utcáig végig le tudjuk térkövezni még ennek az évnek a folyamán. Az iskola előtti területen lehet majd edzéseket tartani. Itt ugyanis egy szabadtéri fitnesspark épül hamarosan. Reményeim szerint a mellettünk levő középiskoláknak a tanulói, de azon túlmenően nyilván minden Dombóvári előtt nyitva van, hiszen ez egy szabadtéri. Itt a középiskolában kollégisták is vannak, én hiszem, hogy este egy hasznos időeltöltésnek a lehetőségét teremtjük meg számukra. Közel 60 millió forint ez az egy projekt, de nyilván ez csak a mélyépítés része neki. Magas építéssel együtt közel 150 millió forintról beszélhetünk. Itt nem áll meg Dombóvár vezetése. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a járdák legkritikusabb szakaszait rendbe tegyék, tette hozzá Pintér Szilárd. A felújítások tehát folytatódnak a jövőben is, többek között Szuhajdombon. Az érintetteknek továbbra is csak a türelmét tudom kérni, hiszen tényleg ezeknek 2020-ben el kellett volna készülni, de tervek és forrás hiányában ennek nem volt meg a realitása. Ami még jó hír, hogy mind a három célterületre a vállalkozók kiválasztása megtörtént. Már csak egyetlen egy dolog választ el minket a sikeres megvalósulástól, néhány 10 millió forint hiánya. Hiszem, hogy ennek is megtaláljuk a megoldását, és mindezok, amelyeket 2019-ben megálmodtak és meg lett ígérve a választópolgároknak, az el is fog készülni.